Sikeresen indult el az idei tanév az új átalakított technikumi rendszerrel. Gál János, a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikum és kollégium igazgatója azt mondta, már a jelentkezési határidő előtt érezhető volt, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés a szakképzés iránt, és ez főleg a szerkezeti átalakításoknak köszönhető. Ez év szeptemberétől jelentős átalakuláson ment keresztül a szakképzés. A korábbi évekre jellemző módosítgatások helyett egy teljesen új technikumi rendszer lépett életbe, amire már nagyon nagy szükség volt. A technikumi rendszernek a lényege az, hogy a beiratkozott diákok 5 éves képzési idő alatt szereznek érettségi bizonyítványt, és az érettségi bizonyítvánnyal együtt szakképesítést is, és sőt, a tetejére az érettségi bizonyítvány emelszintű érettségét jelent a szakmai végzettség tekintetéből. 2 részre különül el az 5 éves képzési idő. Az első 2 évben alapozó jellegű képzés keretében ismerkednek a szakmával a diákok, a szakmai ágazati követelményekkel a diákok, és még nagyobb figyelmet tudunk fordítani a szülőkkel, általános iskolákkal való kapcsolatra. Erre a szakmai alapozó képzésre is új rendszer kellett bevezetnünk, hiszen a szakmai tantárgyakat projekt alapoktatás keretében kell megvalósítani. Ez a projekt alapoktatásnak a lényege az, hogy a projekt végrehajtása során felmerült információ szükségletet kell valamilyen formában a szaktanároknak koordinálni és kielégíteni. Tehát azokat az információkat kell megadni a diákok számára, amelyek szükséges a projekt megvalósításához. A diákok duális képzés keretein belül külső cégeknél végzik a szakmai gyakorlatot, ahol nem csak tapasztalatot és tudást szerezhetnek, de tanulói szerződéssel akár egy jó fizetésre is szert tehetnek. Ezen kívül már kezdetektől, vagyis 9. évfolyamtól ösztöndíjban részesítik a gyermekeket. Ez az ösztöndíj a tanulmány eredménytől függ, és a 11. évfolyamtól, attól függően, hogy tudnak-e külső cégekkel tanulószerződést kötni, ez az összeg növekedhet, szinte önfenntartóvá válhatnak a diákok. Tehát ez is egy nagyon nagy előrelépés a technikum tekintetében. Először indítottunk technikumi osztályokat, de már a beiskolázásnál érezzük azt, hogy a diákoknak növekszik az érdeklődése ez iránt. Nem csak 4 osztályt, hanem 5 osztályt tudtunk indítani. 122 kilencedikes diákunk van. Az iskolában 5 különböző szakképzés folyik, az informatikai tanrend egy teljesen új, innovatív módszer nyomán alakult át, de van olyan szakág is, amit idén indítottak el először. Az 5 technikumi osztály közül 4 a korábbi szakgimnázium osztálynak a technikumi rendszerét vette át, de ezek közül is az egyik egy különlegesség, méghozzá az informatika ágazatunkban indult osztály. Egy egyedi együttműködés kapcsán a Budapest School iskolával indítjuk, az ő szakmai módszertani anyagokat vesszük át. A Szekszárdi Szakképzési Centrum kapcsolata révén jutottunk ehhez a lehetőséghez. A centrum is és a Budapest School is alkalmasnak tartotta az iskolánkat arra, hogy ez a képzés itt nálunk indulhasson. Érdekes, teljes egészében megegyezik a szakmai követelmény a hagyományos informatikai ágazat technikumi követelményeivel, de sokkal jobban középpontban áll a diák és a szülő. Ez abban nyilvánul meg elsősorban, hogy 5 mentor, illetve egyéni tanulás órát is tartalmaz az a tantárgyi struktúra, amit a Budapest School megállapított. Ebben az 5 tantárgyi vagy mentor órában a kollégáim a diákokkal foglalkoznak, egyéni tanulási lehetőséget biztosítanak, illetve személyes közeli kapcsolatot alakítanak a diákokkal és a szülőkkel is. Bizonyos időközönként értékelik az iskolában folyó oktató-nevelő munka eredményességét, sikerét. Célkitűzéseket fogalmaznak meg a következő időszakra, modul végéig. Vállalásokat tesznek a diákok, és ezeket alá is írják. És utólag, amikor ugye ennek a modulnak a végére is jutunk, akkor értékelik, hogy ezek a vállalások hogy teljesültek. Én nagyon sokat várok ennek az egyedi kísérletnek a belépésétől, amit egyébként az országban csak 2 technikumban engedtek indítani, egy budapestiben és itt nálunk. És azt várom még tőle, hogy az ott szerzett pozitív tapasztalatok integrálódnak majd a többi technikumi szakunkba is. Az 5. induló 9. osztályunk egy pedagógiai osztály, ami nem technikum, hanem az EMMI alá tartozó szakgimnáziumi osztály. Ezzel a pedagógiai osztállyal egyrészt
tértünk az iskola hagyományaihoz, hiszen tanítóképző intézményként működött 30-35 éven keresztül az előd intézményünk. Valamint talán úgy érezzük, hogy kielégítjük azokat az igényeket, amelyek a több mint 10 év óta működő érettségi utáni pedagógiai munkatárs képzési keretében jelentkeztek. Ez nagyon eredményesen folyik itt nálunk. Tehát indult ez a pedagógiai osztály is, ami egy érdekes színfolt lehet, és igaziból, mivel mondtam, hogy nem technikum, elsősorban a gimnázium iránt érdeklődő diákoknak szeretnénk egy alternatívát nyújtani a továbbtanulás szempontjából. Bár csak most indult el a tanév, és teljesen képlékeny a kimenetele, az igazgató abban bízik, hogy sikeres évet zárnak majd.